Különösen büszkék lehetünk arra, hogy egy új hűtőszolgáltatás keretében jelentősen tudtuk emelni a hozzánk forduló vendégeknek a számát. Semmelweis napi ünnepséget tartottak a Hévíz gyógyfürdő és Szent András Reuma kórházban. A Magyar Egészségügyi Dolgozók napján a kórház munkatársait dr. Kvarda Attila főigazgató köszöntötte, aki beszédében kiemelte. Ez az összegzés időszaka is, amikor számot vethetünk a mögöttünk álló Semmelweis évről. Mint mondta, a járó és fekvőbeteg ellátottak és a vendégforgalom folyamatos növekedésével az intézmény méltán lehet büszke tevékenységére és dolgozóira. Emellett hangsúlyozta, Semmelweis Ignác életútja fontos üzenetet hordoz a mai szakemberek számára is. Ez nem csak egy szakma, hanem ez egy hivatás, ez egy hitvallás, amit az egészségügyben dolgozók művelnek, illetve minden napjaiban tesznek, hiszen ez a minden nap, hogy a betegekkel foglalkozunk, a betegeknek a gyógyulásáért, a jobbulásáért tesszük a dolgunkat, ezt nem lehet hit nélkül, és nem lehet hivatástudat nélkül művelni. Az ünnepségen Kádár Viktória zongorajátékát hallgathatták meg a jelenlévők, majd a hagyományokhoz híven kitüntetéseket is átadtak. Az idei évben a dr. Moll Károly emlékérmet professzor dr. Pintér Erikának adományozták, aki az intézményben zajló kutatómunkát segíti. Mint mondta, a Pécsi Tudományegyetem és a Hévízi Kórház 4 éve kezdte meg a közös munkát. Azt kutatjuk, hogy melyik típusú betegségben hogyan hat a gyógyvíz. A fő eredmény, hogy a kopásos ízületi betegségekben nem csak emberi tapasztalat ez, hanem állatokon is sikerült bizonyítani, hogy a gyógyvizes kezelés, illetve az iszapkezelés is jól csökkenti a fájdalmat, illetve a duzzadást, és ezeket a tapasztalatokat, ezeket az eredményeket nemzetközi szinten publikáljuk. Azt vállaltuk, hogy ezzel a Hévízi Kórház, illetve a Hévízi Víz és Iszapkezelésnek a nemzetközi szintre való emelését fogjuk elkövetni. A dr. Strecker Otto emlékérmet ezúttal Varga Terézia vehette át, aki immár 10 éve gyógytornász csoportvezetőként dolgozik a kórházban. Nagyon komoly megtiszteltetésnek érzem, és igazán meg is lepődtem. Nem számítottam rá. Azt gondolom, hogy ez a pályacsúcsa, amikor valaki idáig elér, és ezt a díjat átveheti. Én a mai napig nagyon örülök, hogy itt dolgozhatom. Én a mai napig imádom, amit csinálok. És remélem még az elkövetkező években is tovább csinálhatom rendületlenül. És köszönöm szépen! A Semmelweis napi ünnepségen kiemelkedő szakmai munkájáért 15 dolgozó főigazgatói dicséretben részesülhetett.